Bár Magyarország a 10 legbiztonságosabb ország közé tartozik, nem dőlhetünk hátra, mert az európai biztonsági helyzet soha nem volt olyan rossz, mint ebben az évben, nyilatkozta Kovács Zoltán. A kormány szóvívő hozzátette, meg kell vizsgálni az eddigi szabályozásokat, és ha kell, módosítani kell az ide vonatkozó törvényeket. A magyar emberek biztonsága érdekében változtatni kell a jogszabályi környezeten, ezért a kormány arra kérte fel Pintér Sándor belügyminisztert, hogy gyorsítsa fel, illetve kezdje meg az ezzel kapcsolatos munkát, jelentette be Kovács Zoltán kormány szóvivő. Magyarországot a világ első 10 legbiztonságosabb országok között említik. Egy dolog biztos, nem dőlhetünk hátra, hiszen az európai biztonsági helyzet soha nem volt olyan rossz, mint ebben az évben, illetve a nyár végére. Teljesen nyilvánvaló, hogy a júniusban előrelátható, illetve becsült veszélyek közül sajnos több realizálódott. Az is látható, hogy az európai biztonsági helyzet javítása nem csak Magyarország, hanem az összes európai tagállam egyik legfontosabb feladata, rengeteg teendője van az Európai Uniónak. És az is nyilvánvaló, hogy Magyarországon is van ezzel kapcsolatban, lesz ezzel kapcsolatban teendő. Ez azt jelenti, hogy a határokat érintő intézkedésektől kezdve a titkosszolgálati tevékenységekig a magyar és az Európához kapcsolódó biztonsági rendszer minden egyes elemét át kell vizsgálni, hangsúlyozta a kormány szóvivő. Majd hozzátette, szeptemberben lejár a tömeges bevándorlás okozta válsághelyzet, de a belügyminiszter már javaslatot tett meghosszabbítására. Többek között erről is ezen a héten dönt majd a kormány.